az első interpelláció. Tárgya Csizmadi úrnak nem elég a 16 millió forint, tisztelt polgármester úr. Az egyik előző előtt testületi ülésén elhangzott, hogy a Fidelitas korábbi elnöke Csizmadi a Gergely, aki jelenleg az önök megbízásával az Orosházi Város Üzemeltetés és Szolgáltató ZRT vezérigazgatója, a busása odalmazás ellenére közpénzen magáncélre használja a cég gépkocsiját. Magyarul az orosházi adófizetők pénzén furikázik. Ön milyen törvényi felhatalmazás alapján engedi ezt a Csizmadi a Gergelynek, hogy magáncélre használja a gépkocsit? Az engedély csak helyi, belföldi vagy esetleg külföldi utakra is vonatkozik. Mivel lett ez szabályozva? Mennyibe kerül ez a városnak és az orosházi adófizetőknek, hogy a Fidelitas korábbi elnöke magáncélra használja a város üzemeltetés és az ERT gépkocsiját? Tisztelettel várom válaszát. Orosháza 2012. szeptember 18. Fecser János önkormányzati képviselő. Tisztelt képviselő úr, vezérigazgató úr gépjármű használatát a közgyűlés által elfogadott szervezési és működési szabályzat, azaz SMS rögzítés, melyet a hatályos jogszabályok figyelembevételével fogalmazott meg a testület. Mivel vezérigazgató úr munkaviszony keretében látja el feladatait, munkaszerződése összhangban áll az SMS-ben foglaltakkal. A személygépkocsit személyes használatra, esetenként külföld utakra is igénybe veheti, és az így felmerülő költségeket a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli a cég. A cégvezető személyes gépjármű használata bizonyára önnek sincs az ellenére, hiszen az ön által kinevezett vezetés éveken át hasonló módon használhatta a gépkocsit. A különbség csupán annyi, hogy Csizmadi a Gergely nem burizál, nincs külön sofőrje, ahogy elődjének volt, hanem saját maga vezeti a 7 éves gépjárművet. A busás jövedelmezésről pedig csak annyit, hogy korábban az ön által kinevezett vezérigazgató hölgynek csak 2005-ben és 2006-ban, tehát az ön polgármesterségének 6 júdalakor 40,5 millió forintot tartott indokoltnak kifizetni munkája elismeréséül. Köszönöm megtisztelő figyelmét és kérem válaszom elfogadását. Fecser János képviselőt illeti a szó, amennyiben élni kíván vele. Tisztelt polgármester úr, nem fogadom el a válaszát a következő ok miatt. Semmi nem indokolja, hogy a jelenlegi helyzetben, amikor megalázó 47 ezer forintból élnek emberek, önök a Fidelitas korábbi elnökének, akit politikai okokból és nem gazdasági szükségszerűségből neveztek ki, magáncélra használja a gépkocsit. Nem tenném szóvá, hogyha ez nem terjed neki az engedélye, és szeretném azt mondani, hogy nincs ilyen törvényi felhatalmazás, hogy a képviselő testület engedélye nélkül ezt engedélyezze. Az előző vezető a céget úgy hagyta itt, hogy egy 280 milliós eredménytartalékot képezett a cégnél. Mindig ellenzéki felügyelőbizottsága volt, aki ellenőrizte a cégnek a működését. Önök ezt ellehetetlenítették. Nem szerelt be gyerekülést, és nem szerelt fel síboxot a cég kocsijára, mert nyilván nem azért kellett a síbox, mert jeges volt az út, és Orosházán csak azzal lehetett közlekedni. Tehát én úgy gondolom, hogy tisztességesen meg van fizetve, van egy tisztességes, túlzó, elfogadhatatlan prémium feltétele, amivel szintén nem értünk egyet, tehát a mi frakcióm nem fogadja el a választ. Köszönöm. Nem fogadta el a választ, képviselőtársamat kérdezem, hogy hogyan döntenek. Hét igen, 2-0 tartózkodás mellett a válasz elfogadást nyert.